A paksi atomerőmű bővítéséről is kérdeztük a külgazdasági és külügyminisztert pécsi látogatásán. Szijjártó Péter elmondta, a szükséges földmunkák elkezdődtek. Végre zajlik az építkezés, tehát miután jogilag is rendbe tudtuk tenni a beruházást, és adaptálni tudtuk a mostani nem egyszerű nemzetközi jogi környezetre, azután meg tudtuk kezdeni a valós beruházási folyamatot, ami azt jelenti, hogy mind az ötös, mind a hatos leendő nukleáris blokkok alól ki tudtuk termelni a talajt, ez körülbelül 1,6 millió köbméter föld megmozgatásával járt, a szükséges résfal 60-62%-ban már készen van. A miniszter elmondta azt is, hogy ebben a munkában nem csak orosz cégek működnek közre. Azt egy német-amerikai vegyes vállalat építi, egyébként ennyit arról, hogy ez mennyire csak orosz projekt. 94 magyar vállalatnak van már a vállalkozói szerződése, mellettük német, francia, amerikai, svéd vállalatoknak, nagy nemzetközi beruházásról beszélünk. A talajszilárdítási munkák megindultak november 2-án. A hosszú gyártási idejű eszközök közül a zónaolvadék csatát már gyártják Oroszországban. A reaktortartály gyártása jövő év elején indul meg, az ahhoz szükséges eszközöknek és hozzávalóknak a beszerzése. Alapanyagoknak a beszerzése zajlik jelenleg. Szijjártó Péter szerint az építkezés fizikai megkezdésével valós remény van arra, hogy a jövő évtized elején elkészül a bővítés, és rá lehet majd kötni a hazai energiahálózatra az új paksi blokkokat. Ezzel pedig nagy lépést tesz Magyarország abba az irányba, hogy a hazai energiaellátás a nemzetközi piacok mindenféle nehézségeitől függetlenül rendben legyen.